Értelmében a kisebbségi közösségek nemzeti tanácsának megválasztását ezúttal a köztársasági választási bizottság fogja ellenőrizni. 4 évvel ezelőtt egy külön központi választási bizottságot hoztak létre erre a célra, ami az illetékesek szerint nem volt a legjobb megoldás. 17 nemzeti közösség közvetlen választások útján fogja megválasztani nemzeti tanácsát. 4 közösség, a lengyelek, a macedónok, montenegróiak és a horvátok pedig elektorok útján. 59.051 roma nemzetiségű polgár iratkozott fel a külön névjegyzékbe, így a romák is közvetlenül fogják megválasztani nemzeti tanácsukat. A miniszterasszony elmondása szerint a goránok nem választanak, mivel ők nem tartják magukat nemzeti kisebbségnek, továbbá az orosz és a török kisebbség sem vesz részt a választásokon. A választásokat követően, miután megalakulnak az új nemzeti tanácsok, azok képviselőivel fogjuk megtárgyalni, hogy milyen vonatkozásban szorul további módosításra a nemzeti tanácsokról szóló törvény. Szombaton éjfélkor ideiglenesen lezárták a külön választói névjegyzékeket, hogy eldönthessék, mely nemzeti közösségek jogosultak közvetlen, illetve közvetett választásra. A voksolás mai kihirdetése után újra lehetőség van a kisebbségi külön névjegyzékekre való feliratkozásra.